Ez egy közepes évjáratúnak tűnik. A még lábon álló búzatábla mellett a szakember arról beszél, hogy bár márciusig kimondottan aszályos idő volt, azt követően több hullámban jelentős mennyiségű csapadék hullott a földekre. A felmelegedés azonban elmaradt. Sokáig hűvös vagy kimondottan hideg idő volt, így a méhek sem tudták elvégezni a dolgukat a megszokott ütemben. Ennek a búzának a szára nem is száradt ki rendesen, ezért nem maradták még le, bár a szemek már könnyen kiperegnek. Nagyjából még 2 hét van vissza az idei aratásból. Búzánál egyelőre kevés étkezési minőség van sajnos. Köszönhetően azért ez az időjárásnak igen, mert volt csapadék, de hideg is volt mellé. A növények nem abban az utánban fejlődtek, illetve most a betakarítás során, ahogy elkezdtük a búzát, ugye visszaemlékszünk, itt a napokban is volt 30 mm a környéken, és azért ami elkészült búza szemeket, a tartós csapadékosabb idő az kimossa, kilugozza, úgymond, ha fogalmazhatnánk, és gyakorlatilag így egy kicsit a minősége romlik. A mennyiséggel Vas megyében azért akkora probléma nincsen. A kavicsosabb vasi földeken 4-5 tonna az idei búzatermés, a jobb részeken pedig 5 vagy akár 8 tonna is termett. A vasi repcetermés viszont nem alakult idén a legjobban. A korábbi 4 tonna helyett most csak átlag 3, esetenként 2-2,5 tonna hozamról számoltak be a gazdák. És ez csak az egyik gond. A gázáremelkedés csúcsán 400 ezer forintos műtrágyával kezelték a földeket, miközben a felvásárlási árak rendkívül alacsonyak. Ára most esett le, vagy érkezett le csak a 110 ezer forint körüli ár tonnára, ami még mindig jóval több, mint a krízis megelőző időszak, de a termény árak azok jelleg olyan alacsonyak, mint 10-15 évvel ezelőtt, tehát ezekből a termény árakból a 6-7 tonnás árpával vagyunk a nulla közeli állapotban, illetve a búzára szintén ezt el lehet mondani. Repcénél nem is biztos, hogy egyáltalán egy átlagos repce termésnél nem is biztos, hogy egyáltalán lesz nulla, hanem valószínűleg az mínuszban marad. Az erdőszéli részeken a vatkár is komoly probléma. Ezen a táblán is igen, ezen a táblán is gyakorlatilag ott a két erdő között mennek át a szarvasok, elég komoly károkat okoznak. Sok termelő nem tudja behajtani azt a vatkárt, amit az állatok okoznak. A felszaporodott állomány ellen próbálnak kerítéssel védekezni, de a jelenlegi vadállomány már nem kordában tartható.